Az államelnök Romániában mindig meghatározza az általános politikai irányt, meg az, hogy hogyan viszonyul az állam a polgáraihoz. Ezért mi azt mondtuk, hogy a legnagyobb kihívásokra, népességcsökkenésre és mindarra, ami ebből következik, akkor lehet jó választ adni, hogyha a józan ész hangját halljuk meg, hogyha a parlamentben, a kormányzatban és minden más intézményben, az elnöki hivataltól kezdve lefele, mindenhol a józan ész érvényesült. Ezért a mi programunk, választási programunk, a mi parlamenti választási programunk és amit mi kormányprogramként is bemutattunk, az minden egyes társadalmi gazdasági területre kiterjed és megoldásokat javasol. Megmutatja a problémát és javasol egy megoldást. Egyrészt. Másrészt pedig a magyar közösségnek a hangját hallatni kell, a magyar közösségnek az érdekeit képviselni kell, és ez a parlamenten, a kormányzaton keresztül lehetséges. Addig, amíg a kormányban voltunk, bebizonyítottuk, hogy lehet úgy kormányozni, hogy közelebb visszük az intézményeket a polgárokhoz, a polgárokért és a közösségekért kormányzunk, csökkentjük a bürokráciát, és hatékonyabbá, eredményesebbé tesszük a kormányzást. Amiután bennünket kinyomtak, mintha ez megszűnt volna, vissza akarjuk vinni a kormányba a józan észt. Tehát a mi megoldásaink azok nem nagyon extravagáns, nem valami rendkívüli és megvalósíthatatlan javaslatok, hanem mindegyik megoldásunk az a gyakorlatba ültethető és megvalósítható a következő években. Szükségünk van arra, hogy mindenkit képviseljünk Románia parlamentjében, az erdélyi magyaroknak a hangját felhangosítani, az erdélyi magyar nők hangját és a családok hangját képviselni, ezt feladatomnak érzem. De pont ahogy elmondtam a kampányindító beszédemben is, úgy látom, hogy nem csak a számokra van szükség, hanem az érzésekre. Ahhoz, hogy felelős döntéshozóként olyan törvényeket tudjál alkotni, amelyek az emberek hétköznapi problémáikra reális válaszokat hoznak, reális megoldásokat, ahhoz nagyon nagy mértékben empátiára van szüksége, türelemre, alázatra. Ezt teszi az RMDSZ is, hiszen az elmúlt időszakban, nem csak kampányban meghallgatjuk az embereket, meghallgatjuk a kérésüket, és a mai józanész programja, amellyel jövünk és amelyet ajánlunk a közösségünknek, ebben közösen a közösségünkben írtuk meg azokat a problémákat és a problémákra a javaslatokat, amelyeket tőlünk kér a közösség. Hogy a helyi projektjei olyan átgondoltak és innovatívak. A legeslegfontosabb az, hogy egy élhető környezetet tudjunk teremteni, egy olyan környezetet, ahonnan a fiatalok nem akarnak elmenni, illetve azok, akik elmentek, vissza szeretnének jönni. Ehhez szükség van egy jól működő gazdasági életre, ehhez jó szükségünk van egy szociális, kulturális életre, sporttevékenységekre, ahol az ember a szabad idejét szívesen tudja eltölteni. Az állam ismét le akarja nyelni a közösségi erdőket. Ne engedjük, hogy az állam így a fejünkre nőjön. Most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor látjuk a szélsőséges pártoknak az alakulását és a százalékba történő növelését, és egyáltalán bent vannak már 4 esztendeje a parlamentbe, és a sosalkaféle politikai képződmény az Európa Parlamentbe is bejutott, tehát hogy ugye átlépték az 5%-os küszöböt. Tehát ez egy óriási kihívás, mert az látszik, hogy a szélsőséges butaságok és uszítások azoknak akár táptalaja lehet Romániában is, és amit látunk, amit a közvéleménykutatások is világosan mutatnak, hogy nagyon nagy lesz a jelenlét. Na már most a nagyon nagy jelenlétre mi erdélyi magyarok azzal tudunk válaszolni, hogy összefogunk, és minél többen azon dolgozunk, hogy december 1-én vasárnap az a parlamenti választások napján, de azt megelőzően egy héttel november 24-én is, minél többen leszünk, pontosan azért, hogy felmutassuk azt az erőt, hogy mi itt vagyunk, itt akarunk élni, itt akarunk alkotni, és mi komolyan gondoljuk azt, hogy az elkövetkezendő 10 esztendőbe bele akarunk továbbra is szólni. Akkor azt a 2 szót kell használjam, amelyet minden állami hivatalban, találkozunk. Nem lehet. Ez egy nagyon bizonytalan időszak. És ebben az időszakban, mint ahogy lenni szokott, én azt gondolom, hogy az erdélyi magyar közösség összezár. És történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ebben a közösségben nagyon nagy az összetartás. Mert
folyamatos kitettséget tapasztal a nemzetisége miatt, a vallása miatt, azért, mert egy túlnyomóan nagy többség által lakott országban kell megőrizze szülőföldjét, kultúráját, hagyományait. És mi azt megmutattuk, hogy ezekhez ragaszkodunk. És ezért gondolom, hogy ezt a fordulópontot közösen úgy tudjuk végigcsinálni, hogy felmutatjuk a közösségi erőt, és aktiváljuk azt, ami szükséges, az, hogy megfelelően tudjuk ezeket a helyzeteket kezelni.